jöjj és lásd, mert Móricz Zsigmond mindig tud minden kornak meglepetést okozni, azon keresztül, hogy mennyire hihetetlenül aktuális gyakorlatilag minden korban, miközben egy konkrét és adott időszakról ír, egy adott társadalmi rétegről, ez az úrimúri esetében a magyar gentry, de mégis nagyon sok történetben, anekdotában és figurában magunkra ismerhetünk. Olyan tartalmas írói, történeti ábrázolásmód van jelen ebben a műben is, amely azzal a különleges és nagyon egyedi és ritka tulajdonsággal rendelkezik, hogy úgy tud kritikát fogalmazni saját magáról, saját koráról, a mikorunkról, különböző társadalmi rétegekről, hogy ezt mind a lehető legnagyobb szeretettel teszi. Vendégünk Decsi Edit és Krisztik Csaba, sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Hát üdv újra nálunk, Edit, ezen a rendhagyó helyszínen, nem a hajón vagyunk, de hát mégiscsak együtt újra. Ugyebár ti ma tartottátok a színházban a Magyar Dráma Napját, mehettek hozzátok az érdeklődők. Egyrészt az úrimuri próbájába nézhettek bele, ez főleg téged érint, Csaba. Hogyan zajlott ez a nyílt próba? Hát érdekes volt, mert ugye az a kettőség van ebben, hogy szeretne az ember valamit meg is mutatni abból, ami készül, de valójában még semmi nincs kész. És annak a bátorságával és szabadságával mentünk színpadra, hogy hát végül is most lehet rossznak lenni, mert végül is a nézők nagy része most tulajdonképpen arra kíváncsi, hogy milyen az, amikor rosszak vagyunk, mert ebből rakódik össze az, hogy megtaláljuk a jó utat, vagy legalábbis az általunk jónak gondolt utat, úgyhogy mégis ebben láttak most bele a nézők, hogy milyen az, amikor keresgéljük ennek a nagyon különleges műnek a nagyon megfoghatatlan, vagy nehezen megfogható világát, mondani valóját, milliójét, és hát ezt ma nézték, és hát tényleg kínlódtunk sokat. Ezen jól nevettek is a nézők, remélhetőleg jól szórakoztak. Kulisszajárást is tartott a színház, ami azért is érdekes, mert hogy a két épületből áll a színház, van egy régebbi épület, amit felújítottak, és hozzáépítették az újat. Neked a régebbiből azért vannak emlékeid, Edit. Mesélj, mikor jártál te ott először, és milyen személyes élmények fűznek hozzá? Úristen, először a Székesfehérvári Színházban egy jó 20 éve jártam, mert hogy még fiatalon gyerekszereplőként részt vettem darabokban, és akkor még ugye nem ez az épület volt, hanem egy másik, és nagyon sok emlék köt ahhoz az épülethez, és nagyon érdekes volt az, hogy most egy tök más épületben vagyunk, ami helyileg ugyanaz, de egy ilyen kettős érzés, hogy emlékszem is dolgokra, amik ide kötnek, de közben mégse ide kötnek, mert ez nem az az épület. Az nagyon kedves számomra, hogy azt az öltözőt kaptam jelenleg a Fehérvári Színházban, ami a régi épületnek az utolsó kis szelvénye, tehát egy kicsit azt érzem, hogy én még valahol ott vagyok a régiben, de ma a kulisszajárás alkalmával egyébként én is olyan helyeken járhattam, ahol még eddig nem jártam, tehát a színpad alatt, a jelmeztárban, aztán nem tudom, így benéztünk zenekari árokba, és nekem még, mivel január óta vagyok a társulat tagja, nem volt alkalmam ezeken a helyeken járni. Neked is újdonság volt, mennyire így van, jó. Így van. Egyébként a nézők mely részeit szeretik leginkább a színháznak? Tehát ilyenkor ugye őket viszitek körbe, és akkor mi iránt érdeklőnek leginkább? Hát minden, ami kulissza. Tehát nagyon élvezik már azt is, amikor a színpadon állhatnak. És ez egy külön kérés volt ma, hogy kicsit úgy kapcsolják le a fényeket, illetve úgy állítsák be a színpadi fényeket, hogy kipróbálhassák azt, hogy mit lát a színész a nézőtérből, tehát hogy mennyit lát. És akkor bizony mi beültünk egyébként a nézőtérre, és mutattuk, hogy tehát, hogyha telefonoznak, akkor ezt ennyire látjuk, mert hogy megvilágítja a monitorra az arcukat, úgyhogy ezen jót derültek, és a kis titkokat, bementünk az én öltözőmbe, akkor ott hát igazából nincsen semmi, tehát annyira nem volt izgalmas, akkor azt kérdezték, hogy milyen babonák vannak, meg csodálkoztak, hogy milyen sok jelmez van, hogy milyen nagy igazából ez az épület, úgyhogy minden, amit akkor láthatnak, amit előadások alkalmával nem. De akkor ilyenkor teljes mértékig együtt tudtok lenni a látogatókkal, nézőkkel, és akkor velük tudtok ilyenkor beszélgetni. Igen, én még így vezetőként nem vettem részt ezen, ezt csak így néha így bekukkantottam, hogy a kollégáim hogy csinálják, de igen, rendkívül érdeklődőek is sok
sok-sok sztori elhangzik ilyenkor, úgy hallottam. Igen, szerintem ilyenkor külön élvezik azt, hogy ott vagyunk köztük, hogy akár egy nyílt próbába betekinthetnek, és kicsit azt érzik, hogy ugye úgy részesei, hogy kicsit láthatják, hogy hogy alakul a szerep, és közelebb kerülnek szerintem ezáltal ahhoz az emberhez, akinek látják a szerepfejlődését, amikor majd az előadást nézik, akkor azt érzik, hogy én ezt már láttam, és ugyanez van egy kulisszajárás alkalmával is, hogy igen, ez a kis hölgy nekem már megmutatta az öltözőjét. Kis hölgy. Egyébként szerintem ez tényleg érdekes folyamat, tehát hogy a nézők általában mindig a végeredményt látják, és hogyha ha beleláthatnának egy-egy olyan szakaszba, amikor kifejezetten a kínlódás a napi rutinunk, és az, hogy szenvedünk attól, hogy nem jutunk egyről a kettőre, érezzük, hogy valami még mindig nem az igazi, ez tulajdonképpen rossz, ez így nem fejlődik tovább, és az ember ennek a szorongásával kell ébred, hogy valahogy ezzel mégiscsak előre kell jutni, és valahogy meg kell teremteni a figurát, meg kell teremteni a helyzetet, a szituációt, élvezhetővé kell tenni, úgyhogy a néző aztán, amikor beül, azt lássa, amit mi szeretnénk nekik nyújtani. Kicsit meséljetek az aktuális bemutatókról, ugyebár az Úrimurit Horváth Csaba rendezi, és ebben te játszol, Csaba, ugyebár Csabához köthető a fizikai színház, mint olyan Magyarországon. Ez a nyelv, ez a színházi nyelv mennyire jelenik meg az Úrimuriban? Hát nem fogja meghazudtolni önmagát Horváth Csaba, tehát mindenképpen a fizikalitás az a része lesz ennek az előadásnak is. A próba folyamatnak még nagyon az elején vagyunk, tehát azért ezt még így ebben a formában nem látom, de az biztos, hogy a látásmódja, az a saját a nyelvezete, az meg fog jelenni ebben az előadásban is, ami inkább abból az oldalból közelíteném meg, hogy az ő absztrakt világa, amivel a nézőt valójában érzelmileg és szellemileg is megpróbálja bevonni az előadásnak a milliójébe, a látványvilágon keresztül és az előadásmódon keresztül. Tehát a néző általában az ő előadásain nem csak simán hátradől és megpróbál műélvezni, hanem kifejezetten érzelmileg és szellemileg involváltá válik, vagy legalábbis bízunk benne, hogy ez lesz a végeredmény. Edith, te pedig a Windsori Végnőkben is szerepelsz, ami egy koprodukcióban készül. Mesélj erről, milyen a közös munka? A Komáromi Jókai Színháza a koprodukcióban készítjük a Windsori Végnőket, és van a darabnak is egy különlegessége, hogy tulajdonképpen nem akarok sokat elárulni, de nem csak a Windsori Végnőket játsszuk el, hanem ez egy ilyen kis keretbe van foglalva. A negyedik Henrik színműből. Így van, ugyanis a negyedik Henrik egyik szereplője, Falstaff a Windsori főszereplője, és akkor ez így össze van nálunk vonva, úgyhogy már ettől is egy kicsit más az egész anyaghoz való hozzáállása az egész társulatnak, illetve a rendezőnek, Szikora Jánosnak, aki színházunk igazgatója. És ugye különleges igaz, hogy a komáromiakkal együtt próbálhatunk, 8 komáromi színész és 8 fehérvári színész van. Eddig próbáltunk Fehérváron, és most a jövő héten pedig már Komáromban fogunk próbálni, és nagyon izgalmas az, ahogy az anyaggal is mindenki személyenként így tapogatózik, hogy keresi benne a saját karakterét, illetve hogy egymást ismerjük meg, ugye új kollégák, hogy ki hogy próbál, illetve Szikora Jánossal, hogy ki hogy találja meg a közös hangot, úgyhogy ilyen nagyon formálódó, nagyon, nem is tudom, ilyen rugalmas alapanyagot érzek, hogy mi lesz a végeredmény, arról még nem merek semmit sem mondani. Biztos, hogy nagyon jó lesz. Biztos, igen, mert hogy sok más bemutatóval is készültek majd az évadban. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen.